Jelentős átalakulással indult el 2020-ban a szakképzés tanéve, amely az eddigi tapasztalatok alapján beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Az új rendszer szerint a 9-es tanulók oktatása úgynevezett ágazati alapképzéssel kezdődik. Így a szakképző iskolákba járó elsőévesek míg a technikumban tanulók 2 év után dönthetik el, pontosan milyen szakmából kívánnak nagyobb tudásra szert tenni. Ez nagy segítség azoknak, akik az általános iskola utolsó évében még nem rendelkeznek konkrét, hosszú távú elképzeléssel. Tehát például, ha valaki tudja, hogy az építőipar felé menne el, de nem tudja, hogy köműves, burkoló, festő, tapétázó, vagy pedig az árt érdekli, akkor erre időt kap, megismerkedik valamennyi szakma alapjával, és aztán elég csak később választani neki. Ez az egyik nagyon fontos előny. A másik az, hogy most már mindenki, aki szakképzésben tanul, ösztöndíjba részesül, amíg az ágazati alapoktatásban van, majd pedig, hogyha a duális képzés keretében egy vállalkozásnál teljesíti a gyakorlatot, akkor munkabérre lesz jogosult, ami tulajdonképpen akár anyagi függetlenséget is jelenthet a diákoknak, de legalábbis könnyebbé teszi a függetlenedést, vagy pedig egy vállalkozásnak az elindítását. Ami nagyon fontos, hogy a technikumi képzés az tulajdonképpen a mérnökképzés előszobája, és egyesíti a gimnázium, illetve a szakmatanulásnak az előnyeit. Ösztöndíjban pedig most már mindenki részesülhet 9. osztálytól. Ez szakképző iskolában jelenleg havonta 16 000 forintot, technikumban pedig mintegy 8 000 forintot jelent, utóbbi viszont a minimálbér változásának függvényében emelkedhet. Ahogy valamennyi középfokú iskolában, a szakképzésben is még legalább január 11-éig online oktatás zajlik, a miniszteri rendelet azonban lehetőséget ad kiscsoportos gyakorlati képzésekre is. Ahogy a főigazgató helyettes fogalmazott, ebben az időszakban az intézmények inkább az elméleti oktatásra helyezik a fő hangsúlyt. A digitális oktatáshoz nagy segítség volt például a HTTP alapítvány őszi felajánlása, melynek köszönhetően a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 100 tanulója kapott laptopot a digitális oktatáshoz. Pivonka Szilvia továbbá hangsúlyozta, január már a pályaválasztás időszaka, így izgalmas időszak előtt állnak a 8-osok. Egy jó szakmával tudjuk, hogy most már jelentős előnyre lehet szert tenni. Egyrészt azért, mert nem kell elhelyezkedési nehézségtől tartania senkinek. Mi magunk is érzékeljük azt, hogy egy szakemberre mennyi ideig kell várnunk, hogyha építkezünk, lakást felújítunk, vagy akár csak karban tartunk. Nagyon nagy a technikusok és a mesteremberek iránt is a kereslet. Aki magasabb szintű tudást szeretne, az mindenképpen a technikumot válassza, és ez azért is nagyon jó lehetőség a technikum, mert hogy 13. évfolyam sikeres zárásával egyszerre szerezhetnek a diákok érettségi bizonyítványt és technikusi oklevelet. Ezzel a technikusi oklevéllel az a cél, hogy akár középvezetőként is el tudnak helyezkedni, de akár a felsőoktatásba is tovább tudnak menni. A tanulóknak, illetve szüleiknek január 23-áig kell eldönteniük a választott szakirányt és képzési formát, addig van lehetőség benyújtaniuk jelentkezésüket a kiválasztott középiskolákba. Érdemes tehát még szemlélődni az ajánlatok között. A Nyíregyházi Szakképzési Centrum kínálatában jelenleg összesen 52 választható szakma szerepel. Bár az elmúlt hetekben arra nem kerülhetett sor, hogy az iskolák személyes nyílt napokat szervezzenek, a legtöbb intézmény internetes felületein betekintést engedett az oktatásba. A képzési kínálatról az érdeklődő 8-osok a Nyíregyházi Szakképzési Centrum, valamint az Innovatív Képzés Támogató Központ weboldalán tájékozódhatnak.